Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum videójátékokkal foglalkozó múzeumpedagógiai sorozatában. Ebben a részben elhagyjuk a konzolok világát, és a korai számítógépekkel fogunk foglalkozni. Tartsatok velünk! A 70-es évek végén, a 80-as évek elején a konzolok elterjedésével párhuzamosan a személyi számítógépek is rohamosan fejlődésnek indultak. A mikroprocesszorok megjelenésével az addig hatalmas, akár szobaméretű, akkoriban komolynak számító kapacitással rendelkező gépek elkezdtek zsugorodni. A 70-es évek végén pedig új beviteli eszközökkel is találkozhattunk, megjelent a billentyűzet, később az egér is. Ezeket a masinákat egy tévére vagy monitorra kötve lehetett használni. A konzolokkal szemben óriási előnyük volt ezeknek, hogy nem csak játékprogramok futtatására, hanem egyéb feladatok elvégzésére is alkalmasak voltak, viszonylag könnyen tanulható rendszerben. A modern operációs rendszerek is sokkal felhasználóbarátabb szisztémákban működtek. Így ezek a gépek már a laikusokat is megszólították, a témával foglalkozó folyóiratok is egyre kevésbé szóltak kizárólag a szakmának. Természetesen az árak csökkenése is hozzájárult a gyors terjedéshez. Az Apple II, az Atari 800, a ZX Spectrum vagy a Commodore 64 nevek említése sokakban válthat ki nosztalgikus érzéseket. A Commodore 64 itthon is viszonylag elterjedt volt a 80-as években, de világszerte is 22 milliót adtak el belőle. Ez a korábbi gépekhez képest már sokkal több, 320x200 képpontból álló képek és 16 szín megjelenítésére is alkalmas volt, további nagy újítása az emberi beszéd szimulálására is alkalmas hangcsip. Ezek az újítások nagyon sokat segítettek a sikerességében, illetve az elterjedésében. A mai napig kultikus státuszban van ez a számítógép. A Microsoft cég elsősorban operációs rendszereiről ismert, az MS-DOS név ismerősen csenghet az átlagos felhasználóknak is. Az igazi áttörést leginkább a Windows operációs rendszer hozta el, az 1995-ös kiadásban már komplett grafikus felülettel találkozott az, aki megvásárolta a szoftvert. A kurzor és az ikonról indítható szoftverek mind-mind segítettek abban, hogy egy sokkal barátságosabb élménnyel gazdagodjon a felhasználó. Természetesen ezekben az időkben, 80-as, 90-es évek, tovább folytatódott a konzolok fejlesztése és gyártása. Így fordulhatott elő az, hogy a játékfejlesztő cégek különböző platformokra is átírták a szoftvereiket. Így vált lehetségessé az is, hogy az ember egy korábbi, például Atari-ra fejlesztett játékot Windows-os környezetben tudott futtatni, hiszen megtörtént az átírás. Köszönjük a figyelmeteket! Tartsatok velünk legközelebb is, amikor korai számítógépes játékokkal és műfajokkal ismerkedhettek meg. Sziasztok!